Díszes menetrúta Becsehely utcáit a szüreti felvonuláson, amelyhez lovas, szekér, kerékpár és traktor is csatlakozott. Útjukat fúvós zene és vidám nótaszú kísérte. A helyiek fontosnak tartják a hagyományápolást és a szüreti mulatsághoz hasonló közösségerősítő rendezvényeket. Most én mindent elkövetek annak érdekében, hogy az unokám, aki itt van velem, viselje tovább ezt a hagyományt, tehát legyen ő is ugyanolyan, mint a nagymamája. A ruhámat is majd neki ígértem már a mai napon. A szüreti felvonulás első állomásán a kisbíró köszöntötte a becsehelyieket. Köszönjük, tétetik! Hogy a mai napon az úr 2016. esztendejében, Szent Mihály Havának 4. napján, 12. Becsehelyi Szüreti és Borfesztivál közönsége nagy tisztelettel köszöntetik! A felvonulás szereplői helyi és Becsehely környéki hagyományápolók, művészeti csoportok a település különböző pontjain műsorral örvendeztették meg a nézelődőket. Mindig nagyon fontos volt, hogy egység legyen, és az apraja nagyja mindig minden megmozduláson, minden összejövetel, minden rendezvényen szerepeljen. Ami a mai napnak a legfontosabbja, az első, hogy a hagyományokat ápoljuk, és ezért is van mindig vasárnap a mi rendezvényünk. Becsehely polgármestere szerint a 12. alkalommal megrendezett szüreti és borfesztivál a színvonalas programoknak és gasztronómiai kínálatának köszönhetően igazi kispolgári rendezvényén nőtte ki magát az utóbbi években, és egyre nagyobb az érdeklődés iránta.